Lassan egy hete tart a szakadatlan havazás a sítelepek legnagyobb örömére, bár decemberben még úgy nézett ki, hogy a téli sportok kedvelői csak a hóágyuk gyártotta havon hódolhatnak szenvedélyüknek, végül az elmúlt hét meghozta a várva várt természetes havat. A hóágyukat pihenőüzemmódba állíthatták a pályák üzemeltetői, ugyanis kivétel nélkül mindeni környékbeli sítelepen megfelelő mennyiségű hó esett. Az egyik Székelyudvarhelyhez legközelebb eső üdülőtelepen, a Homorút fürdői pályán hétköznaponként is átlagban 50%-an siklanak, hétvégén azonban ennél jóval többen vannak. A pálya állapota nagyon jó, köszönhetően a havazásnak naponta többször is el kell nyomni rajta a havat, tudta meg a D3 Hírek. A Madarasi Hargitán is javában dúl a szezon, a körülmények a lehető legalkalmasabbak a síelésre. Tehát a Madarasi Hargitán folyamatosan havazik, a pályák, felvonók működnek, pályák működnek 100%-ban. Taposott pályáink vannak, a Mihály felső szakasz a kivételével, minden pálya jól sízhető, a fölvezető utak le voltak takarítva, folyamatosan takarítjuk, járhatóak, hólánc szükséges. Körülbelül 1 méter friss havunk van. Hétköznaponként elég kevés vendégünk van, olyan 1-2 csoportunk van, olyan 50 fő sízik kb. A pályán, és hétvégeken meg többszöröződik. Hát hétvégek mondjuk 150-200 síző. A környékbeli síelők a Havasbucsini, a Bogdáni, a Maroshévízi, valamint a Borszéki és Tusnádi pályákat is kipróbálhatják, sőt a Szovátai pályára is ellátogathatnak, bár azt mondják, hogy utóbbi rendelkezik az említettek közül a leggyatrább körülményekkel. A sítelepek működtetői azt mondják, most úgy néz ki, hogy a gyenge december ellenére az idei szezon látogatottság szempontjából megelőzi a tavait.